69-ben kerültem a főiskolára, akkor még főiskola volt, és másodszorra vettek csak föl, elsőre egy ilyen esti előkészítő tanfolyamra vettek föl, ahol Blaski János volt, aki úgy korrigált nekem, és aztán második egy év múlva vettek föl Nappalira a főiskolára. Sarkantyú Simon volt a mesterem, és az anatómiát Barcsai még tanítottam, mi voltunk az utolsó évfolyama. És hát aztán, hogy ott a főiskolán ilyen szakmai alapdolgokat tanultunk, meg hát ilyen, főleg azt, hogy a szakma szeretetét. Tehát az, hogy ahhoz, hogy az ember valamit elérjen, az rettenetes sok munka. Tehát állandóan ezzel kell foglalkozni, ebbe élni, tehát az egész. És hát, hogy alakult ki az, ami nekem így van, ez a dolog, hát ez nehéz, mert tényleg csak az volt, hogy én csináltam, és akkor így nem, szóval én nem, soha nem dolgozom úgy, hogy elvek szerint, hogy most akkor ezért csinálom, mert akkor ebből ez is ez lesz, vagy ez ellen csinálom, vagy csinálom, és ez valahogy így alakult. Tehát nem, hogy mondjam, ezek a képek nekem mindig olyanok, mintha ezek úgy jönnének, és úgy valami vinné a kezemet. Ez nem ilyen misztikus, mert hát én irányítom nyilván, csak hogy a végeredmény az, mert ugye az ember dolgozik egy képen, az vissza is hat. Tehát nem az a legrosszabb, ha az ember mindenáron erőszakolni akarja azt, hogy az a kép olyan legyen, mint amit ő elhatározott. Hagyni kell, hogy a kép is dolgozzon vissza. Tehát, hogy ami éppen úgy alakul, egy véletlen, vagy egy folt, vagy valami, azt ha esetleg lelkileg úgy ítéli, hogy az ott helyes, akkor afelle kell folytatni. És akkor így tulajdonképp a végeredmény egy ilyen, én úgy érzem, egy ilyen közös munka a teremtővel. Ilyen vázlatokat, az hegy számra, tehát azzal tüzelek sokszor, annyit csinálok. Szóval azt végig, úgy kis rajzokon végigjárom az egész kép fölépítést, és akkor utána kezdem el, és ez rendszerint teljesen más lesz. Szóval az annyira erősen hat az a pillanatnyi kialakulása a képnek, sőt, legtöbbször, ha nagyon eltervezi az ember, vagy én legalábbis, ha nagyon eltervezem, és akkor odaállok, és akkor így, akkor az biztos, hogy nem. Hanem ha hagyom azt a pillanatnyi első blikket, első benyomást, ahogy odaállok, és akkor hogy az ecset visz előre, azok úgy mámorosak, szóval az akkor ülni szokott. De akkor is, mert én olyan rétegesen festek, tehát több rétegben, és akkor meg kell várni, míg megszárad az alsó réteg, jó pár nap. És akkor utána, ha újra oda kerülök, akkor lehet, hogy egy teljesen más lelki tónusban vagyok, és akkor van, hogy egészen más fele indul el. Szóval olyan kaland egy ilyen kép, hogy nem is tudja, hogy aki ugye ebben nincs benne, hogy a végeredmény az, hát egy-egy képem alatt 4-5 kép is van, teljesen más alakok, fej másfelé van fordítva, a teljes, most alapkoncepciója nincs, mert hát én főleg így a hitről szeretek képeket festeni, már a lényegéről, nem illusztratíve. És hát ugye akkor az nyilván nem változik, de a megformálása, tehát a megjelenése, az meg színbe is azért sokat változik. Mert úgy dolgozom, hogy az aláfestésnek megvan egy színe, és akkor ennek megszárad, akkor a vékonyabb, lazurosabb rétegek azok meg egy más színnel, és akkor kettőnek az összehatása az se teljesen kitervezett, tehát előre az se látható véglegesen. De ez a gyönyörű ebbe, és talán ezért rosszabb életűek egyes festők, mert ugye ez valami olyan kaland, és olyan, hogy az egész életét az embernek kitölti. Tehát ez olyan, mintha a hegyet másznék, és ott is mindig ilyen friss, és új, és ilyen érdekes, és rátalál az ember dolgokra, amire nem is sejtette, hogy ez előjön. És nagyon, nagyon jó.
dolog ez. Szeretek egy centrumot adni a képnek, és az rendszerint valóban egy figura, egy arc, vagy egy bárányfej, vagy hát ezek ilyen szakrális jelképek is, vagy valami töredék, vagy akár egy ilyen foszladozó tájban, egy színfolt, tehát ahol mondjuk kicsit monokróm a szín, illetve én rendszerint egy ilyen viszonylag monokróm szín, visszafogott szín használata szeretek élni, és egy helyen, ahol egy hangsúlyt adni, ott egy intenzívebb színnel kiemelni a lényeget, vagy egy világosabb, vagy egy sötétebb folttal, és akkor ott szeretek egy hangsúlyt adni a képnek valahol, mert az is valami, a szemet odavonza, és akkor a többi az már ahhoz viszonyítódik. Olyan fantasztikus, érdekes, hogy egy nagy képet is, ha fest az ember, egy ilyen egyes ecsetvonásra oda tesz az ember szinte, és az befolyásolja az egészet. Az egész kép, hát pláne a fehér, vagy egy nagy fehér felületet, hát ugye egy pontot letesz, mert akkor minden viszonyul. Ez döbbenetes. És ez ugyanez azért az ilyen felületes, csapkodós, ilyen ösztönös, gesztusos dolgokban én hogy annyira nem... Illetve ami művön csak az van, abban úgy nem, én úgy nem hiszek, de aminek megvan az ellentétje is, tehát valahol egy korrektebb megfogalmazása egy rész a képen, az úgy, én is úgy érzem, hogy úgy igazolható. Én éjfélkor fekszem, és fél hétkor kelek. A többi az festésre. De most nem konkrétan, én a héven utazom, akkor is festek, de ez most nem vicc, biztos nevetnek rajta, de jó, hát most nem minden másodpercben, mert a kalauz kérje ilyet, akkor nem tudok arra gondolni, hogy most mit fogok bent régen a pesti műteremben, vagy ha jövök hazafele, de komponálok az ablak keretbe, ha megáll a hév a kinti tájrészletekbe, ami nem fog megvalósulni, vagy, de már nagyon sok képötlet született ott is, vagy nézem az emberek drapírja, a ruha redőzés, az arcok, vagy egyáltalán a millió, szóval állandóan, nekem állandóan ne körül forog a fejem. Hát jó, tudom én, ha hasogatom a fát a csűrbe, akkor nem, akkor az ujjamat levágom, de nyilván, szóval nekem ez az egész életem. De jó, mert ez egy ilyen boldog rabszolgaság, mindig ezt mondom.